legtöbb étterem ma már több lábon áll, mármint értem ez alatt azt, hogy nehéz úgy megélni simán, ha valaki csak és kizárólag, teszem azt, burgert árusít. Nem burger, nem burger, nem burger, nem burger. Jó, nem burger. Szóval a csecse is a több lábban hisz. Több pillanat. Csecse? Ez egy név. De... semmit nem jelent. Mégis mi az, hogy... mindenkinek azt jelenti, amit ő akar magának. De ha kimondom, hogy csecse, akkor... ez nagyon csecse, adj egy csecse szendvicset, meg hüde csecse. De... mennyi? Nem ment tovább. Nem, az a helyzet, nem ment tovább, de tudod, engem László Mártonnak hívnak. És ahányan lelaciztak, meg lelacimarciztak, meg... szóval, hogy ezek után már mit tud adni? Mit tud adni egy ilyen, hogy csecse? Érdekes. A története csak annyi, hogy van az egyik lányomnak az a beceneve, hogy Csicsi. De ez olyan kína is lett volna, meg egyáltalán mit szólt volna a többi gyerek felnőve, hogy róluk nem neveztünk el éttermet. És úgy lett csecse. Oké. Szóval a csecse is a több lábban hisz. Az ő hármasuk a kávé, a smoothie és a nem burger, vagyis a szendvics. És talán negyediknek a food truck. Nevet titulus, mondj nekem. Steak sandwich. Nem, a tiédet. Ja, bocsánat. Téged hogy hívnám? Bocsánat. Még Gábor is belegabajodott ebbe a csecsézésbe. Az ötlet az tulajdonképpen onnan jött, hogy én Spanyolországba jártam egyetemre, és ott a menzán mindent egy grill-lapra raktak föl, mindent, ami belement utána a szendvicsbe, tehát egy csirkemellfilét, egy tojást ráütöttek, a paradicsomot, sajtot, és ez egy olyan ízorgiát adott, ami akkor még egyébként itt Magyarországon, ugye egyébként sem volt ez a street food láz, meg ilyen ízrobbanás. Hogy ez így megmaradt bennem. Aztán az utam az másfelé vét, mondjuk egy ilyen röpke 15 évre. Volt egy kis pihi. Volt egy kis pihi, röpke 15 év, amit egyéb dolgokkal foglalkoztam. Kérlek szépen, egy steak sandwichet fogunk készíteni, ami az egyik legnépszerűbb itt nálunk a Csecse Bistro kafében. Ugye fel kell raknunk a húst. Fel is rakhatod, csak előtte mondd el nekem, hogy ez milyen hús. Miközben felrakod a lapra. Ez argentin marha. Sóval és borssal fűszerezem. Egyik oldalát csak, és semmi más. Ezt a kemence pékség készíti, ezt a szendvicset, ezt a bucit, és minden reggel frissen érkezik hozzánk ide a bistróba. Rákerül a tenásajt, azt ráolvasztuk, és amíg jól van a sajt, addig pirul a buci, és a végén így rakjuk össze. Tehát egyszerre kell készen, így van az egésznek. Valamennyi megtakarítás mindenképp kell ahhoz, hogy nekiinduljon az ember valaminek. Még akkor is, ugye, hogyha hitelt veszel fel, akkor is nyilván kell egy valami. És ez azért is fontos egyébként, mert ha valamiben beleteszel pénzt is, akkor azért ahhoz máshogy kötődsz, és máshogy vagy elköteleződve. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan felállás, ahol a nagybácsi azt mondja neked, hogy itt van 20 millió, csináld, abból jó eséllyel nem lesz olyan eredményes olyan elköteleződés, mint ahol te a megtakarított pénzedet, saját kis összekuporgatod. Így van, tehát hogy ez mást ad hozzá. Kellemesen megpirult a belseje, valamint a teteje, tehát jó ropogós, amikor megkóstoljuk. Az mi az? Ez kérlek szépen hagymalekvár, ez egyik nagy specialitásunk itt. Hogy készítitek a hagymalekvárt? Ez 6 órán át főzzük itt a bisztróban. Elég jó kis alapanyag. Mi van benne? Hát kérdez, olyan lila hagyma. Igen. Tulajdonképpen. Almaecet, borecet, vörösbor, fahéj és a végén cukor. És akkor ezt 6 órán keresztül? 6 órán keresztül, igen, főzzük ezt. Összehozott a sors egy olyan emberrel, aki ért is hozzá, egy nagyon tapasztalt szakáccsal, aki Amerikában, Angliában, Ázsiában volt nagyon jó nevű helyeken. Most jött haza, vagy akkor jött haza, amikor elkezdtük, ő barátaimnak az évfolyamtársa volt, és akkor együtt elkezdtük kitalálni ezt az egész koncepciót, és olyan nem burgereket összerakni, amik ízvilágában egy teljesen egyedi, és nyilván én azt gondolom, hogy olyat kell adnunk, amit otthon az ember nem tud, vagy nem akar megcsinálni, mert annyira macerás, hiszen miért jöjjön el olyanért, amit otthon is meg tud csinálni, és ezekből olyan ilyen szendvicsek, nem burger variációk születtek, amik azt gondolom, hogy most már így kicsit több mint egy év nyitvatartás után joggal mondhatom, hogy tényleg nagyon népszerűek, és majdnem mindenki visszajáró vendég lesz. Rukola? A rukola, igen. Rátesszük tetejére. Ez mi? Hát ez házi mustárunk. Mit csináljuk? Mi van benne? Magos mustár, illetve sima mustár, valamint egy kis majonéz. De akkor ezt is itt ti csináljátok helyben? Szinte mindent mi csinálunk. Akkor megérkezett a hús,
pontosan most a cheddar. És kerül még rá paradicsom. És ha jól tudom, mert készültem más, nem. Más. Ő így ennyi, most. És akkor így kapja meg a kedves... Így van. Vendég. És akkor még egyszer a becsületes neve a szendvicsnek. Steak sandwich. Alá. Czurjul Gábor. Czurjul Gábor. Úgy, alá Czecse, ez a steak, nem burger, vagyis a steak sandwich.